1956-os események történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor az ország egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. Ez a közös ügy nem más volt, mint a sztálini diktatúra eltörlése, a kommunizmus felszámolása és a szovjet megszálló csapatok kivonása. Mára már 60 év telt el az 1956 őszének eseményei óta. Október 23 mára már nem csak a forradalom emléknapja, hanem a szabadságé is. 1945 áprilisában véget ért a második világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítésére. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában csarnok sem nyomorította a nemzetet. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket. A diákok 1956. október 23-ára ünneplést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bent hídon át. Így sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 éves tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A három szín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A három szín lobogók mellé tegyetek három esküvést, sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét. S fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejts, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán hult a vér. Aki magyar, velünk tart, ma tére vészből ugott arra, ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne habozz és nem lesz késő. Egyszer csak félelmetes lesz. Eltűnik hirtelen a méla vasárnak, s testvére is a furcsa, keserű verki muzsika. El az öreg koldus. Oda lesznek valahogy a léggömbök, összetörik a ligetben a körhint a zenéje, össze a faluacska festett mosolya, s olyan lesz a portacukor, mint a rossz bókáló. Ó, és csöndül akkor a lobogó mágják, kőszaggató lánszabosak, lövések, dörrenések, leszakadó tetők és csecsemő sikolyok nyakára. Csönd. A háborúba vártató utca csöndje. És sétálni kell abban a csöndben. Ott kell lenni. Meg kell fogni egymás kezét, össze kell kapaszkodni, össze kell nézni, meg kell állni, és hinni kell mindenben, a lehetetlenben is. Hinni kell az összes ott lévőben, külön-külön mindenki tekintetében, és tenyerében, és mosolyában, és némaságában. Az a hit kergeti el az ösztön felüvöltő félelmét, és az a hit tesz, ha csak egy percre is egy népet szabadá. S azt nem lehet elfelejteni soha többé, amelyik nép elfelejti forradalmának minden betöltött csöndjét, nem is érdemli meg a szabadság. A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és nemzeti, demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelcsép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünnepé vált. Újjáélett a többpártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. 1956. november 4-én, vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Nem csak egyszer nyílni, minden évben.
lángol az angyal, menj sietve az üszkös fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didert és éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról.